A meccsek meccse. Talán így is lehetne a legjobban apostrofálni a Veszprém-Szeged párharcot. Különleges élmény ez minden magyar kézilabdázónak. Ünnepnap, amikor a Szegeddel játszunk, sőt volt rá olyan példa is, amikor tényleg a szószoros értelmében ünnepnapon játszottunk a Szegeddel, úgyhogy mindenféleképpen tényleg ez egy oltári nagy élmény. Az egész városért harcolunk. Ugye mondhatni ezt, hogy a két város rivalizál egymással, a két szurkolótábor és a két csapat, és hát ezt a pályán tudjuk esetleg érvényesíteni, hogy felülkerekedünk a Veszprémen. Úgyhogy elsőre ez jut eszembe, hogy ha Veszprém ellen nyerünk, akkor az egész városnak örömet okozunk. Óriási volt az öröm Szegeden októberben, hiszen rég nem látott különbséggel sikerült diadalmaskodniuk az ősi rivális felett. Igazából az első 5-10 percben még partiba voltunk ugye velük, és igazából onnantól kezdve szinte a Szeged uralta a mérkőzést, és viszonylag simán ki is kaptunk, de úgy, hogy igazából utána, amikor beszélgettünk a mérkőzésről, akkor senki se tudta igazából ezt az egészet hova tenni, mert úgy nem is tudtuk felfogni, hogy hol volt az a törés, ahol igazából elment az egész mérkőzést. Az, hogy 7 góllal sikerült nyerni, hát azt tényleg azt mondom, hogy egy csodával felér. Viszont azt sem kell túlértékelni, mert mondhatni azt, hogy esetleg egy pillanatnyi forma volt mind a két csapat részéről, akár pozitív, akár negatív. A régi veszprémi csarnok már-már kultikus helye a magyar kézilabdának. Ellenfélként itt pályára lépni, pláne egy Veszprém-Szegeden mindig különleges kihívás. Még a kis csarnokban játszottunk, és ugye bal szélső révén én vagyok a legszélén a pályának, és azt mondom, hogy a közönség tőlünk körülbelül az első sor az 1 méterre volt, és mindig voltak olyan kedvesek, és a dudát egészen a fülemig nyomták. Én ezt most így visszagondolva, ezt jó poénnak tartom. Remélem és bízom abban, hogy ezt már Szegeden egy-egy játékos visszakapta ilyen formában is akár, hogy esetleg befolyásolni tudja a játékost. Hogy történt ilyen szurkolói kedveskedés Szegeden, ígérjük, megkérdezzük. Na de vajon mire számíthatunk ma? Persze bennünk van az, hogy szeretnénk igenis visszavágni Szegednek hazai pályán. Ami sokkal nehezebb lesz, hiszen a korábbi nehéz tüzérség már Katarban bombázza a kapukat. Most viszont mondhatom azt, hogy nem lesz Charlie. Most már nem tudják játszani a Charlie segítségfigurát, ami éveken keresztül csinálták, és nagyon sokszor segített nekik fontos pillanatokban.